Az MTK kétszeri legyőzésével biztossá vált, hogy a Fátum Nyíregyháza ismét ott lesz a Magyar Kupa 4-es döntőjében. A bajnokság is jól alakult, 11 meccséből 9-et nyert meg a szabolcsi csapat, csak a lista vezető Békés Csabától és a Vasastól kapott ki a Fátum. Sikerült felkészülnünk sok csapatból, meg tudtuk valósítani azt, amit megbeszéltünk, illetve végig emelt fővel egymásért küzdve tudtunk játszani, szerintem ez segített abban, hogy ideig eljutottunk. Csak rövid szünetet kaptak a játékosok, de sok pihenőre nincs mód, mivel január végén már folytatódik a szezon. Így 28-án már ismét munkába állt az együttes. A csapat szeretné megtartani második pozícióját a play-off előtt is, így kedvező helyzetből várhatná a rájátszást. Ami a Magyar Kupát illeti, a sorsolás nem kedvezett a mieinknek. A Magyarországon több mint egy éve veretlen Békés Csaba lesz a Fátum ellenfele az elődöntőben.